Sziasztok! Csak egy pár nappal később. Az az utolsó épület még mindig áll. És az volt a legtovább lakott. Egyébként innen meg csak a törmeléket hordták el. Az a másik is áll. Amíg elnézek, arra is hátra találok valami érdekeset. Itt van az a régi őrtorony is. Meg az a térvilágító oszlop, és itt viszont keletkezett egy nagy gödör. Azt hiszem itt is volt egy épület, és azt szétbontották. Illetve némi szemetet innen elhordtak. De itt más nem történt. És ezt nézzétek, itt azért van egy pár kivágott fa, ami elszállításra van bekészítve. És ez valószínűleg rakodó volt itt egykor. Térvilágítók még megvannak, van ahol még a kandelámmel is. Sőt, nem csak a kandelában, hanem maga a lámpatest is, valahol még égő is van benne. De nem működik. És itt pedig mindjárt kiérünk a vonalra, ugye a fővonal fele. Hát ezek itt az itteni gazirtásnak a termékei, ez a sok kivágott fa. Hát elmegyek, ameddig tudok ezen az úton, aztán ha van valami, azt megmutatom. Hát sajnos most is csak telefon van nálam. Ez szintén ilyen hirtelen jött ötlet volt, hogy kinézek megnézni, hogy változott-e valami két nap óta. Láthatóan, bár láthatóan nem. Csak a romokat takarították el, viszont az utolsó lakott ház az még áll. És volt még itt egy a beállító központ mögött, egy szolgálati lakásokban már szintén kiköltöztek, de oda egy földes úton kell bemenni, hát megnézem, hogy ha járható az út, bemegyek. Hát itt van némi törmelék is, és szerintem errefele még soha nem jártam. Meg hát mindjárt itt vagyunk már a vasútnál, és az ott az István-Telki műhely, másik irány balrafele meg a Füsti. És ez pedig már a vonal, ez a 70-es teljes életnagyságban. De hogy itt errefele mi van, azt nem tudom, de mindjárt akkor felmegyek ezen a dombon, aztán itt még szétnézek, de többet nem ígérek. Bár határozottan jobb a közbiztonság, mint a Maxi Dubaj előtt. Gondolom, hogy mindenkit eltakarítottak innen már azóta, vagy legalábbis ugye már itt elkezdtek mozgolódni. Helyszínbejárás volt, meg épületbontások, meg fakivágások, és akkor ez azzal is járt, hogy az illegális lakókat elpaterolták innen. Igen, arrafele már a Füsti van, az ott az István-Telki. Hát, talán addig a Kéményig még el lehet menni. És igen, ez már a Füsti, sőt, ez se István-Telek még, hanem ez a Füstinek a körfűtőháza. Csak hát innen még nem láttam. De ugye ez marad, tehát ezt a Maxi Dubaj nem érinti, sőt még a BGOK-t se érinti. Ezt a területet meg már lepucolták. És ez lesz a Maxi Dubajnak a széle. Hát itt a bokorban még lehetnek úgymond lakók. Az pedig ott már vasútmúzeum megállónak a peronja. Mindjárt még elnézek erre is. Bár nem hiszem, hogy bármit is találnék. És itt a Füsti hátulról. Ez a körfűtőház. És itt a Füsti hátsó bejárata. És itt van a vasútmúzeumi megálló. Ez pedig egy régi vasúti hídnak a maradványa, és bizony itt szokott enni. Itt ugye időszakosan most is megállnak a vonatok, amik Esztergom fele mennek. És innen lehet bemenni a Füstibe. Ott pedig éppen elcsattog egy fölött a háttérbe. És innen kb. Egy kilométerre tovább van Angyalföld vasútállomása. Úgyhogy ez a Maxi Dubaj széle. És akkor egy másik földes úton jöttem be eddig, és itt nézzétek, itt van egy vasút is vágány. Errefele folytatódik ám. És itt megy a helyén a földút, tehát ki tudja meddig. Hát, megpróbálok még egy darabig elmenni, de szerintem itt majd vissza kell forduljak. Valószínűleg egykor van egyébként ide
bevezetett a szolgálati lakás fele, itt valahol lehetett még egy lakodó, és ahhoz tartozott. Ott pedig már, mintha új a felsővezeti tartószlopok is lennének. Ugye az a zöld, meg főleg az a másik, az a horganyzott lemezes, az szerintem már új. És nyilván ezt a gaztengert is itt majd írtani fogják. Ez már bőven a Maxi Dubai része. Hát ameddig lehet még elmegyek, aztán majd visszafordulok, és azon a betonúton, ami... Hát ilyet a beton, mert maskaköves úton, ami ide bejöttem, vissza is tudok menni. És még mindig a földúton, a vágány az elkanyarodott ott a jobb oldalra, és hát ott megy egy csók. Egy emeletes vonat. És itt is van egy pár kivágott fa, fel is van címkézve, hogy állami tulajdon. Hát egyébként tűzifának ezek jók. És hát igen, itt már azért volt írtás, tehát itt azért volt egy komplett dzsungel, még egy fél évvel ezelőtt is. Nem semmi. És lehet, hogy itt mégis be tudok menni a beállító központig, de ez egy nagyon rossz hírű környék volt. Akkoriban itt volt aztán minden, amit nem szeretne az ember szomszédjának. És ugye itt van valahol itt a beállító központ, itt nem sokkal picivel odébb van, és állítólag én ilyet is hallottam, hogy itt a vasútőröknek volt egy külön szolgálati járata, mert volt néhány ott dolgozó váltókezelő, és aki nem vállalta azt, hogy gyalog oda sétál, és őket egy kis busszal vitték ki. Meg szolgálat végén visszahozták a Rákos rendezői pályaudvarra, mert nem vállalták azt, hogy gyalog kijönnek innen a Rákos rendezőtől akár. És ott az egykori szolgálati lakás, amiből már a lakókat kiköltöztették, de úgy látom még áll. És itt van a szolgálati lakás. Itt egyébként még egy pár hónappal ezelőtt úgy tudom, hogy laktak. De ugye az itt lakót azt nemrég költöztették ide, úgy látszik még áll az épület. És így errefele vissza lehet menni a Tahi utcához. Hát, ez van, és errefele van aztán a beállító központ, hogy így lehet menni ide. De ott viszont még vannak lakók, úgyhogy arra nem megyünk. Ez a két csimpár, ezt már mutattam egyszer. Itt azért, ez van egykoron, ez nagy rendezőpályaudvar volt, és rengeteg vágány van erre. Hát igen. Ez a rész, ez mit se változott, viszont ebből, hogyha tényleg nagyban elkezdődik itt az építkezés, akkor ebből semmi nem fog maradni. De hát itt majd néhány év múlva itt már bőven Maxi vagy Mini Dubai lesz. Hogy legalábbis már folyamatban lesz előteljesebben a hírkezés, tehát ilyen úgymond érintetlen állapotában nem sokáig lehet megcsodálni. Hát, majd csak ilyen dokumentálási jelleggel lesznek meg ezek a videók, akkoriban, hogy ilyen is volt. Mert néhány év múlva erre már emlékezése sokan fognak. Nem mintha így egy olyan szívdelítő látvány lenne. Ez a nagy gaztenger, meg hogy akkor ez maradt az egykori rendezőből. De hát, hogy ezután mi lesz, azt még senki nem tudja, viszont. Viszont az, hogy ezt a tájsebet ezt eltüntetik, az mindenképpen előnyös. Hát azt, hogy mit építenek ide, és hogy tényleg szükség van-e Maxi Dubajra, meg nagy felhőkarcolókra, meg tudom is, hogy mit akarnak ide. Hát abban nem vagyok biztos, de legalább valami épül. És szinte biztos, hogy lesznek itt még gondok különböző világháborús bombákkal, meg egyebekkel, amikor elkezdik itt komolyan a talajmunkákat, mert hogy ezt szinte napi szinten bombázták egykoriban. Úgyhogy biztos, hogy fognak előkerülni. Ezért nem várt meglepetések a földből. Tehát itt a mentesítés is hatalmas összegekbe fog kerülni, és ezt csak magántőkével lehet megcsinálni. Tehát, hogyha Maxi Dubai nem lenne, akkor ebből a környékből se lenne soha semmi. Tehát így legalább ezt a mentesítést elvégzik. Mert legalább valami épülni fog. És
és ugye ezt a részt már látok. Hú, közben felzavartam az összes szúnyagot, úgyhogy szerintem én is menekülőre fogom. Még sí rész is van. És az az épület viszont, ami nem is olyan rég, még félig megvolt, amit mutattam nektek, na az itt volt. Hát az már teljesen a földdel egyenlő. És itt is volt egy, meg... És itt volt az, ahol a kredenc volt. Ez is. Szépen át van rendezve a helyzet. De ez volt egykor a gépészet, és ezek itt ilyen szerelőcsarnokok voltak. Hát, hamarosan ezeket is bontani fogják. Azt nézzétek. Innen is már kiköltözött az Eresz csatornás szég. Hát ez se sokáig fog megmaradni, úgy tűnik. Na meg hát itt is. Hát igen. És akkor ennyi. És ezt nézzétek! Ez egy fa felső vezetéktartó oszlop. Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen még van. A Botápió Györgyén az átépítésig volt egy ilyen, de az egy... Valószínűleg az is használaton kívül volt már egy mellékvágánynál, és ezt nézzétek. Itt Rákos rendezőnek ez a része, ami biztos, hogy menni fog. Még állnak a felső vezetéktartó oszlopok, viszont már ugye vágány nincsen. Tomi zúg ennyire. Nem hiszem, hogy ez az amperek zúgnának így. Á, nem, ez biztos nem az. Meg szerintem ezekben már nincs is áram. És itt is látjátok, ezek itt talpfák, tehát itt is volt vágány valaha. De ez nem semmi. Ez egy fa felső vezetéktartó oszlop. Hát most a felüljáróról lejöttem ide szétnézni, csak ennyi történt. Ugye ott sincs semmi érdekes a múltkori óta. Ugyanúgy itt vannak a betonaljak, de most kicsit közelebbről is megnézzük. És egyébként innen, itt oldalt el lehetne menni egészen a Teleki Blanka utcáig. Ugye úgy látom, hogy még ez is nyitva van. Ezt nem is figyeltem, mikor lejöttem a felüljáróról. Akkor még lehet, hogy oda is be lehet menni. De itt nézzétek, itt vannak a betonaljak. Így elvágólag. Szépen egymás mellé pakolva. Tipli nélkül, tehát... Ezeket simán lehetne akármelyik mellékvonalba hasznosítani. Ugye csak egy műanyag tipliket kell beletenni, és akkor kb. Örök életig ezek még működnének. Tehát... Vagy legalábbis jó pár évtizedekig mehetne. És hát az elkorzott talpfák helyett ez igazából az űrkorszakot hozná el. Na nézzük errefele, mi a helyzet. Igen, mondjuk az már magánterület itt. Hát nem tudom, hogy lehet, hogy ez is az. De mindegy, csak belesek így gyorsan. Nem időzök itt sokáig, hogy van egy értelme neki, viszont a betonaljak. Tehát itt volt az Ócskavas telep. És itt vannak a betonaljak. Ott van egy térvilágító is.